Amikor egyedül vagyok, és járkálok is, akkor a képzeletemben annyi ember sétál velem együtt, hogy szinte nyüzsögnek. Itthon vagyunk. Hadifogolyúságokat néztem, hadifogoly naplókat, stb., ahol arra az egyszerű történetre akadtunk rá, hogy valahol elcserélték a nevét valakinek. És ott kint nem számított, de mert ott csak egy szám vagy, itthon pedig a hazádba vagy. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet ki, eltemet. És mondtuk, ez az. Erről fogunk filmet csinálni. Minden egyes filmhez kell ugye valamilyen jó képi jelkép, hogy más nem mondjak, ugye, a nagyok, akik tanítottak minket, mondjuk Shakespeare, hát az Otellót, azt Desdemona kendője köré csavarva mozgatja 5 felvonáson keresztül, zseniálisan. Tessék! Ez volt az. Az akkori százas. Amelyiket mi letettük az asztalra a Kardos Pityúval, és azt mondtuk, hogy e köré drámát lehet építeni. Mi az, kivette a szabadságát, vagy csak a kilátásba gyönyörködik? Magát se alkalmaznám órabérbe. Úgy állott, mint egy művezető. Ki tanít ezekre a hülyeségekre, mi? Senki. Nekem nincs szükségem tanácsadókra, meg vagyok én magam is. Ha még rám ter az uram, akkor takarítást vállalok. Még mindig jobb, mint dögleni a munkásszálon. Olcsó árat számítok. Szobakonyha, istálló, 100-as. Maga a Lugosi, nem? Igen. Tisztelettel. Ön? Én Pungó Bálint vagyok. Nagyon örülök. Nagyon örülök. Elment az idő. Annak is örülök, hogy magával találkozom, hát meg egyáltalán azzal, hogy még van ez. Már ez az öntőd. Ez az öntőd. Ez, hogy van ez az öntőd. Miért jöttünk ide? Azért, mert 30 évvel ezelőtt forgattuk ezt a filmet, és egy ilyen időutazásra jöttünk, hogy azokat a régi helyszíneket, időket, meg embereket megtaláljuk, ami még ahhoz kötődik. Hogy döntött főhadnagy úr? Nincs idő. Ezek holnap hajnalban átadnak az osztrákoknak. Onnan aztán nincs szökés. Istenem, add, hogy el tudjam feledni ezt a gyalázatot. Istenem, add, hogy soha ne felejtsem el. Ami abszolút elérte a közönséget, az a dilemma, hogy mit kell, ami a filmnek is a központja, hogy mit kell kezdeni a múlttal. Benne szabad-e maradni, vagy pedig élni kell tovább. A szavazások nagy része, tehát az, hogy mi a követendő magatartás, az mind-mind a túlélés. Amiben igazán a Pityúval beleszerelmesedtünk ebbe a korba, tehát a 48
előtti időben, meg utána is az, hogy tele volt eszmék által vezérelt emberekkel. Aminek pedig mi abszolút hiát láttuk. Tehát, hogy magyarán olyan kisszerűek a konfliktusok, mondtuk ezt akkor, hogy a közelébe nem érhet azoknak, akiknek a naplóját olvastuk, akiknek a drámáját hallottuk, és hogy ez hogy lehet. Hogy ez hogy lehet. És azt kell mondjam, ezt tapasztaltuk, hogy függetlenül attól, hogy melyik oldalon voltak. Nagy formátumok voltak az ellenségek, de még a hóérok is. Ezer és ezer tűz jelzi majd országszerte, hogy eljött az idő, hogy elérkezett a cselekvés pillanata. És a tűzfényben a láthatatlan hadsereg tagjai láthatóvá válnak. Újabb és újabb tüzek gyúlnak, újabb és újabb seregek születnek. És a lángok elborítanak mindent, az egész világot.